sok boldogságot és jó egészséget kívánok későbbiekben. Nagyon szépen köszönöm. Tessék befáradni. Ja, és hát egy kis emléklapot is hoznak a miniszterelnök úrtól. A vasárnapi családi ünneplés másnapján Hajdú János polgármester és Teledi alpolgármester köszöntötte a 90 éves hölgyet, aki immár kicsit szűkebb családi körben izgatottan fogadta a városvezetőket. Hajnalban kelt, hogy az alkalomra frissen sült sajtos ruddal készüljön, mint mondta, nagyon szeret Pakson élni. Nekem nagyon tetszett Paks különben. Most már még szebb. Most már még szebb, amikor ide jöttem. Én szeretek itt lakni nagyon. Irénke néni a Vasmegyei Nemes Hollóson született 1924. július 13-án, 16 évesen Budapestre költözött, ahol a Váncánál dolgozott, sütni-főzni már ebben az időben megtanult. Ezek most is kedvelt időtöltései. Fia és lánya családja, 5 unokája és mostanáig egy dédunokája van, nagyon szeretik a rendkívül energikus nagymama süteményeit. Délelőtt megfőzök, kitakarítok, és délután 3-kor megyek le, van 2 barátnőm, és a padon üldögélünk. Este 5 óráig vagy 6-ig. Irénke néni azt mondja, hogy nem tudja, hogy mi a hosszú, egészséges élet titka, de ő nagyon jól érzi magát. Szeret önálló lenni és bolondul a virágokért. Ezzel, mint hozzátette, nincs egyedül a családban, lánya és menye is nagyon szereti a dísznövényeket.